Szia! Anna Mé vagyok, csakra szakértő és a Karma Killer Joga megalkotója. És hogyha érdekel téged, hogy hogyan tudatosíthatod magadban az erődet, akkor nézd meg az előző videómat ebben a témában. Most pedig arról fogok beszélni, hogy miért fontos a köldök csakra a lehetőségeid valóra váltása szempontjából. A köldök csakrához tartozik egy nagyon érdekes minőség. Nem csak az, hogy jó kapcsolatban légy másokkal, ahol tisztelik a határaidat, és nem nyomnak el, és nem csak az egészségünk tartozik ide, a motiváció, és az a belső tűz, ami segít abban, hogy kiteljesedjünk a világban, akár a karrierünkben is. De ide tartozik a magabiztosság és az önbizalom is. A valódi önbizalom és valódi magabiztosság, amikor nem egy túlkompenzált állapotban vagyunk azért, hogy megpróbáljuk elrejteni a hiányosságainkat, hanem amikor igazi erővel bele tudunk állni a helyzetekbe, és oda tesszük magunkat. Ami a legjobb, ami tőlünk telik, azt bele tudjuk ilyenkor tenni a helyzetekbe. És ráadásul ez mindig kettős, mert minél inkább megtaláljuk a saját erőnket, minél inkább magabiztosak vagyunk, annál inkább érdekes módon a sorsunk, annál inkább elkezd erre a helyzetre úgy reagálni, hogy lehetőségeket teremt. Úgyhogy tulajdonképpen ez egyfajta áramlás. Amikor csakrákról beszélek, és ez nagyon fontos, hogy a csakrák nem túlhaladott kultúrtörténeti, filozófiai fogalmak, Indiából, hanem olyan eszközök, amik itt és most hatékonyak. Hogyha jól dolgozol, egyszerűen, nagyon egyszerű légzésekkel és mozgásokkal, csakraspecifikus gyakorlatokkal, a Karma Killer Joga gyakorlataival, akkor ezt a területet életre lehet kelteni. Azaz, hogyha addig alulműködött, azaz nem volt rád jellemző az, hogy motivált legyél, vagy hogy elérd a céljaidat, hogy egyáltalán kimert tűzni a céljaidat, mert attól tartottál, hogy úgysem éred el őket. Ha küzdöttél azzal, hogy nincsen önbizalmad, hogyha gyengének élted meg magad helyzetekben, akkor biztos lehetsz benne, hogy érdemes dolgozni a köldök csakrád erejével. A köldök csakra, nem véletlenül hívjuk energiaközpontnak a csakrákat, ez azt jelenti, hogy itt energia rejlik. Ha ezzel az energiához hozzá tudsz férni, hogyha ez tényleg tiéd lesz, és elkezd áramlani az életednek ezen a területén, akkor óhatatlanul megnyílnak a lehetőségek előtted. Azért, mert a csakráink nem csak a belső világunkról szólnak, hanem a külvilág történései is ide tartoznak. Végső soron a sorsunk. Úgyhogy minél jobb állapotban van a köldök csakrád, annál inkább ki tudsz teljesedni a világban is. Az ezotériában biztos sokat hallottál már a teremtő erő kifejezésről. És a teremtő erőre mindig úgy gondolunk, mintha valami elszállt ilyen nagyon szellemi dolog lenne, amin nem találjuk a fogást. Valójában a köldök csakra is egyfajta teremtő erő a világi szinten. Amikor ez a terület jól működik, akkor a lehetőségeid megtalálnak, tudsz velük élni, és egészen egyszerűen a gyakorlatban, a hétköznapi életben tudod megélni őket. Ez egész más, mint amikor az ember toporzékolva követeli magának az univerzumtól, hogy legyen már meg az, amit szeretne. A köldök csakra jó működése az a szó legszentebb értelmében gyakorlati. Úgyhogy ha tele vagy nagy ideákkal, sok elmélet van a fejedben, sok terv, hogy mit szeretnél, de valahogy a megvalósulás késik, akkor lehet, hogy ez egy intőjel arra vonatkoztatva, hogy érdemes dolgozni a köldök csakrával, ahol a gyakorlati megvalósulás rejlik. És az a legjobb, hogy ráadásul ezt nem fejben kell megtenned, hiszen mire már hallgatod ezt a videót, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat agyaltál azon, hogy hogyan érhetnéd el a céljaidat. Úgyhogy ha már biztos vagyok benne, hogy sokat gyakoroltad is, hogy megpróbáltad másokkal lejátszani ezeket a játszmákat, néha sikerül, néha nem, az az igazság, hogy az ember ilyenkor nagyon sok statisztát mozgat, sok embert von be, és nagyon hosszan tart, amíg az ember a sors kerekében, próbaszerencse alapon megpróbálja megtalálni, hogy mit is jelent ez az önérvényesítés. Ha a csakrákkal dolgozunk, akkor ez a folyamat rövidebb, mint hogyha a sors rángatna végig minket ezen az úton. És ráadásul nem szükséges az, hogy folyamatosan újra és újra az életben másokkal teszteljük ezt a képességet, hanem egészen egyszerűen ez egy belső munka, aminek az lesz az eredménye, hogy az ember sugárzó erőt nyer, akármit is gondolt eddig erről, akárhol is tartott az életében. A lényeg az, hogyha egy csakrával dolgozunk hatékonyan,
akkor annak a csakrának a minősége a szó legjobb értelmében optimálisan meg tud nyilvánulni az életünkben. Úgyhogy azt szeretném tőled kérni, hogyha eddig küzdöttél esetleg azzal, hogy megvalósítsd a lehetőségeidet, sőt, lehet, hogy féltél is kitűzni a céljaidat, mert azt gondoltad, hogy úgyse valósulnak meg. Azt szeretném kérni, hogy soha többé ne korhold magad, hiszen én azt látom, hogy minden ember megtesz mindent, ami tőle telik egy adott helyzetben, hogy előre jusson. Hidd el, hogy ezzel te is így vagy. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a lehető legtöbbet megtetted. Ha valami miatt ez mégis akadályokba ütközött, akkor én azt szoktam mondani, hogy valójában az energiablokkjaink gazdatestei vagyunk. Úgyhogy ha eddig mégsem sikerült megvalósítanod a lehetőségeidet maximálisan, akkor lehet, hogy egy energiablokkba ütköztél. Azaz, ennek a csakrának a működése nem optimális. Minden csakránk területén hordozhatunk energiablokkokat magunkban. És ez a jó ebben, hogy ezeken hatékonyan lehet dolgozni csakraspecifikus gyakorlatokkal. Ugyanakkor azt szeretném tőled kérni, hogy ne hibáztasd magad ezek miatt, hiszen amikor születünk, akkor nem vagyunk tiszta lap. Minden ember hoz magával olyan karmikus lenyomatokat, amik a csakráinkban tárolódnak. És amikor elkezdünk dolgozni a csakrákkal, akkor ezek a karmikus lenyomatok kitisztíthatóak. Erről szól a Karma Killer Yoga. Ez jelenti azt, hogy a karma legyőzhető. És helyette tudod, mi marad? A szabadság. A szabadság, és hogyha a köldökcsakrával dolgozol, akkor a lehetőségek, és azoknak a megvalósítása. És nem kényszerből, nem azért, mert ostorra hajtod bele magad, hogy meg kell csinálni, hogy sikerüljön. Milyen nagyszerű lenne, gondolj bele, hogy milyen nagyszerű lenne úgy élni, úgy dolgozni, úgy megvalósítani a céljaidat, hogy közben ezt élvezed is, hogy közben boldog vagy, hogy közben van egy kiáradó boldogsága, egy áramlás ennek az állapotnak, és nem muszájból fogcsikorgatva csinálod. Na, ezt jelenti a köldökcsakra optimális ereje, és ezt jelenti az, hogy amikor a lehetőségeidet ki tudod bontakoztatni. Úgyhogy azt kívánom neked, hogyha az életedben eddig lett volna esetleg olyan kapu, amit hiába döngettél, pedig szerettél volna bejutni oda, szeretted volna elérni azt a boldogságot, amit kitűztél magadnak, vagy azt a célt, azt kívánom neked, hogy miközben dolgozol csakraspecifikusan a köldökcsakráddal, egyszerű légzésekkel, egyszerű mozdulatokkal, a Karma Killer Yoga gyakorlataival, akkor érd át annak a boldogságát, annak az örömét, hogy ezek a kapuk megnyílnak előtted, és be tudsz lépni oda, ahol megélheted az erődet, és ahol megvalósítod a lehetőségeidet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál, és találkozunk a kurzuson. Isten áldjon!